Hát sziasztok, én Huberix vagyok, és ebben a videóban beszeretném nektek mutatni a mindenható kiteket. Hát akkor kezdjük is a legalapabb kittel, a kitkezdővel. A kitkezdő tartalmaz 32 almát, 32 dinnyét, 1 illat, 10 darab nyilvesszőt és egy fakardot. Következő kitünk a kitfelderítő, ezt még tudja az alap, rangtalan játékos. Ez tartalmazni egy bőrcsizmát és egy full bőrszettet, egy fogpiszkáló nevű fakarddal. Következő kitünk, amit már ugyebár csak a VIP rangos tud lehívni, az a kincsoldos. Ez tartalmaz egy full láncszettet és egy fogpiszkáló nevű kőkardot. Következő kitünk, amit ugyancsak a VIP tud, egy zombi, kis zombi, tartalmaz egy zombi kardot, ami egy kőkard és egy teljes bőrszettet egy zombi fejjel. Következő kitünk, amit már csak az Eli tud, az nem más, mint a kit ninja. A kit ninja tartalmaz 2 darab mutált vírust, tartalmaz egy íjat, egy kőkardot és egy teljes feketére festett bőrszettet. Következő kitünk, amit még ugyancsak tud az elit rangú, az a kit csontváz. Ez tartalmaz egy íjat, ami egy csontvázkard, 2 darab robbanó tízállóságot és egy teljes festett bőrszettet sisak nélkül egy koponyával. Következő kitünk, amit már csak a zsírkirály tud lehívni, az nem más, mint a kit tank. Ez tartalmaz egy teljes vasszettet, védelem 2-es melvértel. Amit ugyancsak a zsírkirály tud lehívni, az a kit bog. Ez tartalmaz majdnem egy teljes bőrszettet és egy full lank nevű kardot. Ez a kettő párosítva elég jó kis kit. Következő kitünk, amit már csak a titán tud lehívni, az nem más, mint a kit bossi. A kit bosszorkányban található egy védelem 2-es vasmelvért, egy portálcsizma könnyes és 4-es, 3 darab nagyugrás, ugyebár egy elsatolt kardja, ez egy vaskard, és egy íj. Következő kitünk nem más, mint amit még a titán tud lehívni, a kit hadúr. Kit hardware tartalmaz egy teljes vasszettet, lövedékvédelem 2-es isakkal, könnyűs és 3 csizmával és egy vaskardot is tartalmaz még. Következő kitünk nem más, mint az a kit, amit már csak félisten tud lehívni, nem más, mint a kit szuperhős. A kit szuperhős tartalmaz egy teljes festett bőrszettet, egy hátra 2 szikra 2 kardot és egy 8 perces tűzállóságot. A következő kitünket is le tudja még a félisten rangul hívni, ez a kit kakas. A kit kakas tartalmaz 3 darab nagyugrást, egy kukorica nevű aranyalmát, egy teljes festett bőrszettet, egy íjat és egy vaskardot. A következő kitünk nem más, mint amit már csak az mindenható tud lehívni, ez nem más, mint a kit terminátor. A kit terminátor tartalmaz egy vasmelvértet, egy vaslábszárvédőt, egy gyémáncsizmát és egy gyémáncsisakot, egy hátra 2-es Skynet nevű kardot, 3 darab magasugrást és 2 darab 45 másodperces regenerációt. A következő kitünk, amit ugyancsak a mindenható tud lehívni, a kit sárkány. A kit sárkány tartalmaz rengeteg robbanó sebzést, és tartalmaz egy teljes gyémánt felszerelést és 16 ógolyót. Következő kitünk, amit ugyancsak a mindenható tud lehívni, és egyben utolsó kitünk a kit giant, amelyik 1000 dollár. Ez tartalmaz egy óriás sapkáját, egy sújtött élötöt, gyémánt kardot, egy szupererőt, ami 3 perces
és egy olyan erőitalt, amit ha megiszunk, akkor lesz plusz 12 egész szívünk, szóval ez nagyon hasznos lehet. Szóval tényleg ez egy elég hasznos kita, kitvian, kit sárkány, ez a kettő párosítása akár csodákra képes. És a szuperhősben van, azt hiszem, ez az 5 darab XP, amit ha magunkra dobálunk, 3 szintűek leszünk. És ha van egy sima diakardunk, bár nekem most nincs, akkor már itt spawnon az 1.8-as percben újították ezt, már tudjuk javítani a viantot 3 színből, szóval ez nagyon megvan oldva jól, ugye ha valaki mindenható plusz, az le tudja hívni a kit extrát, és abban van 2 gyémánt kard, szóval már fel tudja javítani a giantot. Hát köszönöm a figyelmet, én Hungarix voltam, ha tetszett a videó, hajíts egy lájkot. Ebben a videóban bemutattam nektek azokat a kiteket, amelyiket a mindenható tud lehívni. Sziasztok!